Tiltakozik az egészségügyi ellátórendszer tervezett módosítása ellen a Mi Hazánk mozgalom. Nehezményezik, hogy a kormány a központosítást előzetes társadalmi vitára bocsájtás nélkül kívánja megoldani, míg a finanszírozást rendeleti úton szabályozná. Jelentették be sajtótájékoztatón a párt helyi szervezetének vezetői. A törvényjavaslat szerdán kerül az országgyűlés elé. A politikusok szerint ezt a napi rendet a szakmai szervezetekkel és az egészségügyben dolgozókkal történt egyeztetés után kellene tárgyalni nagyon sok olyan pontja van ennek a törvényjavaslatnak, amely teljesen elfogadhatatlan a mi hazánk mozgalom számára. Tehát úgy véljük, hogy sokkal szélesebb körű egyeztetésre lenne szükség ahhoz, hogy ez átvihető legyen. De hát ismerve a kétharmados többségüket, nagy valószínűséggel a következő alkalom, amikor országgyűlés elé terjesztik, meg fogják szavazni, attól függetlenül, hogy ennek a nagy része nincs támogatva sem a szak, ma, sem más politikai szervezetek részéről. Teljes mértékben elfogadhatatlanak tartjuk azokat a tervezett változásokat, hogy például a sürgősségi ellátást azt a mentőszolgálat vegye át, ahogy amúgy is létszámhiány van, és a magánpraxisoknak az elosztását központilag döntik el, nem a helyi önkormányzatok, akik tudják, hogy mire lenne szükség, meg milyen területeken ők kikélnek, illetve milyen betegek vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt át kell gondolni, mi tiltakodunk. A Mi Hazánk Mozgalom megfogalmazta a tervezettel kapcsolatos észrevételeit. Javaslataikat már továbbították a szakmai bizottságoknak. A